686-ban Makó felszabadul a török fennhatóság alól, eltakarodnak a város határából a török csapatok. Lassan újjátelepül Makó. Az újjátelepülést segíti az 1699-ben kiadott telepítési okirat, ami minden Makóra költözőnek 4 éves adómentességet akar. Természetesen a török után romokba állt a város, a korabeli középkori település, szükség volt egy templom fölépítésére. Minden valószínűség szerint ezen a helyen a török után már építettek egy kisebb templomot, valószínű, hogy nem tartós kőépület volt. 1718-ban aztán fölépült téglából egy kisebb templom, valószínű, hogy ez a kisebb templom akkora volt, mint maga a jelenlegi templomnak a szentélye. Azonban Makó rohamos fejlődésnek indul, úgyhogy a 1750-es évekre már a lélekszám nagyon megnövekedett, sőt, a katolikusok lélekszáma is nőtt, kicsinek bizonyult a templom. 1750-től Engl Antal a csanádi püspök, aki egyben Makó főispáni tisztjét is betöltötte, és az akkori Csanád megyének Makó volt a székhelye. Valószínű, hogy a püspöknek is, de a makóiaknak is már nem felelt meg a régi templom, ezért már tudunk arról, hogy az 1760-as években kérvényezték azt, hogy új templomot építsenek. Azonban az új templom építése nem mindenkinek tetszett. Írásos dokumentum van arról, hogy 1765-ben, amikor Gerlice János volt Makóváros főbírája, a püspökkel együtt, illetve a püspöknek a kérésére próbálta az akkori városi tanács tagjait rávenni arra, hogy rombolják le a régi templomot, és építsenek újat helyette. Ez az akkori városatyáknak nem tetszett, de azért, hogy a tervüket megerősítsék, Temesvárról jött ide a püspök és a bírónak a kérésére egy mérnök és egy kőműves mester. Ez a kőműves mester és beleegyeztek abba, illetve azt javasolták, hogy új templomot kell építeni. Ez az elhatározás aztán tetté vált, hiszen 1765-ben megkezdődött a templom építése.